Sziasztok! Sziasztok! Ma elmesélünk nektek egy gyönyörű szép történetet Valentin nap alkalmával. Bocs, kitéptem a vállból a kezét neki. Nem baj, ez ma harmadik kor egyébként, ami... Hát igen, úgy kezdődött, hogy ugye... Nem fártuk. Viccelsz, te bunkó fejed már, te húzod az időt! Na! Szóval, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy pár kapcsolatnak induló szerelmi románc, egy két fiatal, és hát helyen közel helyes személyi között. Történetünk egy kocsmában kezdődik, ahol én a hétköznapi tevékenységeimben szigorúan kávéval indítottam a reggelem, ahol megláttam őt, hát kicsit lecsúszva, kicsit részegen, kicsit szakadtam büdösen, de hát úgy láttam benne valami vonzót. Nem, ez nem így történt. Valóban kocsmában ismerkedtünk meg, de ő volt részeg. Én nem iszok! Nézzétek meg! Itt is van. Na jó, lehet, hogy így volt, igen. Épp, hogy csak egy picit szürcsöltem egy kis... Nem. Na jó, lehet, hogy söröztem egy kicsit így enyhén. Nagyon. Na jó. Lehet, hogy töményet is ittam, igen. Mindent is ittam. Jó, hát be voltam kicsit mattulva. Na. Igen. Na. És hát úgy volt, hogy megláttam Hajnit, és mondtam, hogy hát ez a nő kell nekem. Volt egy pár kolbász a kezébe, egyből mondom, hát ez az én asszonyom. Nem volt? Nem volt. Na jó. Ez a történet egyre zavarosabb. Mi máshogy emlékszünk rá minden ilyen? Flörtöltünk sokáig. Flörtölt? Telefonon, ugye SMS-eztünk. Telefonon beszéltünk, SMS-eztünk. Nem, annyit nem SMS-ezünk. Nem, inkább telefonon beszélgettünk. És nagyon szerelmesek voltunk. De tényleg. Jó, igen. Most is, de azért ez már átment. Jó, hát azért megkopik egy idő után, most aki azt mondja, az hazudik. Dehogyne. De attól még sose cserélném le. Amikor először vittem haza, azért elég jól ment már akkor a vállalkozásom, a cégem, és hát ugye egy BMW-vel vittem haza. Mi van, nem? Gyalogoltunk. Ja, na jó. Szerintem egy fél órát biztos. Gyalogoltunk. Igen. Igen, ez a történetünk nagyjából. Hát igazából ez csak így a lényeges, ezek a lényeges. Persze, hát most nem. Történt rengeteg minden közben. Twitch-en már beszéltünk róla. Igen, Twitch-en. Úgyhogy kövessetek be leírásban a Twitch. Igazából beszéltünk már erről sokszor, úgyhogy szerintem aki a Twitch-en követ, a biztos, hogy már nagyon kívülről tudja, sőt lehet ma valaki könyvet is írt. Azt hiszem erről szól a fekete 50 árnyalat, azt hiszem az erről szól, vagy a szürke, vagy valami szín, nem tudom. Egyébként mi nem tartunk Valentin napot, de hát most gondoltuk, hogy itt a videózás véget, meg így az, hogy kitaláltam, hogy mekkora jó lenne valami jó kaját csinálni, valami... Ha meglátjátok, mi lesz az, én már kitaláltam is nekem. Így megint csak az, hogy a fejemben ugye like a genius, így elkezdtem agyalni, hogy aha, ezt oda, ezt ide, ezt össze, ezt izé, oda. És akkor mi van? Tényleg így szokott, és akkor összeáll a fejemben, és reggel fölébredek, és hát van, hogy be is fosok. Annyi mindent álmomba összeeszek, hogy hát... történt. Viccelve nem szoktam befosni, ugye? Hát a mai videó az egy szerelem burger lesz. Mert ugye szereltem egész nap. Azért. Meg. Na, vágjunk bele. Hajni, légy szíves, fogd be a kamerát. Én pedig megleplek téged egy csodálatosan gyönyörű ajándékkal. Oké. Okay. Na jöjj a puszi. Dehogy is, menjünk. Hajni, neked hoztam. Szevasztok, srácok. Hát ugye, Valentine, van egy olyan pia, nem? Valentine, van valamilyen pia. Szóval a Valentin nap alkalmából berúgok, mint az állat, mert hát ugye ezzel a nőszeménnyel, ezzel a hajnalköszerűséggel már mióta vagyok együtt, már régóta. Most lesz áprilisban 14 év. Istenem, kimondva is sok év. Csodálatos. Hát még megélve milyen sok volt. Szóval ennek örömére. Mert hát hiszen ez egy boldog pillanat, ugye nem látjátok, de kés van nála, meg ülő fegyver is, jól látom. Szóval a szerelmünk. Állj már le. Fogjuk a kis tejünket, amit szerelmes tehenekből fejtem egyébként itt a réten. Szóval a nőstény tehéntől szerváltam ezt a tejet. Itt de a határon. Csak nőstény tehén van. Ja. A másik a bika. Tényleg. Miféle paraszt vagyok? Fogjuk ezt az élesztőt, és így egy az egybe, hogy bele morzsoljuk. Tök jó, annyira szeretem, hogy törik. Képzeld el régen,
Magába ettem. Ez magába ettem? Igen. Te hülye vagy. Nem tudom, hogy miért. Jézus Mária. Majd ahhoz képest elég sokat alszol, bazdmeg. Hogy senki nem szólt rám, hogy ne egyem. Nem? Hát lehet, hogy teszteltél, tudod, hagyjad, majd izé, meglátjuk, tudod, ez az izé, ilyen izé, emberi, human izé volt, kísérlet van, ember kísérlet. Nem tudom, hogy miért, de tényleg magába ettem. Ez tök jó volt. Állítsuk meg az ember kísérleteket. Hajni, ne egyél több élesztőt, légy szíves. Kérsz egy harit, megkóstolod? Már. Magába is? Már de nézd, meg lehet magába enni, már leszoktam. Persze. Volt az ott elvonom? Úgy ettem, és olyan jó sejmes. Lefedem, jó, ízét adok hozzá, kis cukrot ugye, hogy legyen mivel táplálkozni. Hogy legyen mivel táplálkoznia, ezért egy kis cukrot hozzáadok. Itt van fél kiló liszt. Hozzáadok egy kis sót. Kis cukrot is hozzá fogok adni, csak úgy, mert miért ne? Mert megtehetem. Menj majd hozzá egy egész joghurt. Élesztő szaga van, nem amúgy. Jó ez? Ezt az egész joghurtot belelocsolom, így, látjátok? Megy bele egy tojás. Az igen. Az meg nem tudom soha rendesen föltörni ezt a szart. Ott a hírja. Ezt már mindjárt össze fogjuk dolgozni, de megvárjuk, hogy fölfusson a tej. Ugye az a lényeg, meg egy kis olaj, ami nekem most sprayben van. Úgyhogy... Vegyél magad a sprayt. Beolajoztam honnan, mert mindig nyikorog. Még egy nagyon fontos alkotó része lesz, amit a végén rakok hozzá, hát hajninak, hogy úgy izzon ez a kaja, mint a szívem iránta égett 15 évvel ezelőtt. Milyen 15? Emlékszem, milyen boldogok voltunk 15 éve. Nem ismertük egymást. Szóval ez sima ételfesték, ami pihós. Pihós. Kis kubicám. Na, amúgy valójában ez egy rúm, ilyen kis típli, úgyhogy egészséget. Basszunk be. Mézis! Ajjaj, remélem, hogy nem valentínozik, mert ugyan itt egyébként kis cicek lesznek, majd ingyen elvihet. Majd pénzért adjuk, nem tudom, attól függ, hogy sikerülnek. Hiába lesznek feketék, én letagadom, nem az enyém. Na hát nézzétek meg, így néz ki, amikor fölfutott. Jó, mehet is bele. Reméljük, hogy nagyjából a arányok azok stimmelnek. Bár hogy nézem, itt nem kelleni fog még tej szerintem. Meg hát ezt majd kézzel kell ugye összedolgozni. Jó lesz az. Hát lehet, hogy jó is lesz amúgy, igen. Addig kell... hát igen, most lenne jó, lenne dagasztógép, de nincs. Hajni, nem kaptam Valentin napra, mert mondtam, hogy kérek egy dagasztógépet. Belisztezem, most a másikat nem tudom, mi a f***t szétlisztesztem. Na mindegy. Mi ez, jó is. Hajni, szerintem ez így tök zsír. Uh-huh. Sőt, még lehet, hogy liszt kéne bele. Na szép vagy. Minek dagasztógép? Te vagy a dagasztó. Én a dagat vagyok. Hú, ez jó anyag lesz hajni szerintem. Jó. Az jó, jól néz ki. Érzem, hogy ez jó kis izé lesz ez. Jó kis alap. Mi az? Ételfesték. Shit. Isten. Hát hajni, elfelejtettük. Na. Hát még reméljük nem késő. Wow. De jó. Hát akkor ezt most még jó bele kell dolgozni. Hadd le fog jönni. Lejön a kezemről? Nagyjából. Ne idegesíts. Ez nem is baj, hogy márványos lesz. Amúgy jaj. De szerintem ez megsül, annak nem is lesz színe, nem? De. Igen? Látszódni fog. Ups, itt ez megszaladt. Ez nagyon jó. Na, szóval fogjuk ezt a tésztát, és akkor megkelesszük megint. Hát körülbelül fél órát szerintem, fél órát meg fog kelni. Megmutatom, hogy milyen húsik vannak, figyeljétek, ezt nézzétek meg, azt a mindenit, csak ezet mosok. Ja, sziasztok! Bocs, hajni, ez nem az, aminek látszik. Szóval, van itt nekünk egy totálisan nyers, hát annyi, hogy picikét megpörzsöltük, mert itt a kicsit ilyen szőröket így lepörzsöltük róla. Egy-két helyen, ez pedig egy füstölt, hát ugye ez látszik szerintem. Szóval ez a dohányos, ez a nem dohányos csülök, ugye hajni? Ezeket meg fogjuk főzni. Most azért lesz ilyen is, olyan is, mert ugye hajni az mondjuk inkább jobban szereti a füstöltet, bár én is nagyon szeretem. Én nyersen is tök szeretem például, mármint nem megenni, hanem szegény malacok elszaladnak előlem, mert úgy szaladok utánok, hogy ugrok, aztán csülkére lárapok. Itt van középen egy ketté ágazó csont. Neked meg nem lesz kezed. Mi? Neked meg nem lesz kezed.
Mi? Micsoda? Hát profi vagyok. Hentesek, most légy szíves, tényleg megint forduljatok el, mert szerintem ez nektek kínzással fel fog érni. Ez a... Én nem tudom, annyira ügyesek a hentesek, ha hallott, hogy olyan pikpak kicsontozzák, meg tudják, hogy hát nézd, hogy két vágást, kész, kifordítja. Hát igen, én azért ilyeneket nem fogok tudni, úgyhogy én csak ilyen simán magyarosan kettévágom, meg az azért is jobb, mert tudod, akkor jobban el fogja lepni itt a víz. Hát őt nehezebb ugye, mert itt nyers, hát nem, sőt, őt könnyebb volt. Jó kis csülök, Istenem, de szeretem. Ezt is így lefelé, hússal lefelé, bele, na, mindegyikbe fog menni egy-egy hagyma, amit én, a lila hagyma ráadásul, ez tök jó, mert ez is fog neki adni egy pici szint, ugye a lila hagyma. Kettévágom, de úgy, hogy direkt nem vágom le ezt a... Ez, mondja, ez tartja őket egybe, ez a kis gumó, ez miatt ugye nem fog szétesni, úgyhogy ezt így megy bele, ennél pont ketté, így, jó, ez is mehetne simán héjastól, mert azért ezek fognak főni szerintem most sokat, 3 órát biztos, szárított, hát, de ez ami rendes fokhagyma, csak, ki van, csak szárítva van. Jó lesz ez, jó, figyelj, amúgy ez nagyon jó izét ad. Kell neked még fokhagyma? Kell még fokhagyma? Jó, bocsánat. 3, meg ebbe is 3, te vagy a párom. A bors az van benne. Jó, az füstölt, úgyhogy arra csak óvatosan a sóval. Alaphangon egy 3 órát lehet rá számolni. Sac per kb. 3 óra. Úgyhogy, hajra go! Fölöntjük vízzel. Azt fölvegyük? Vagy elhiszitek? Fölvegyük, vagy elhiszitek, hogy föl lesz önt a vízzel? Akkor fölöntjük, és akkor hát akkor csináljuk, jó? Hát akkor jó, akkor csináljuk, jó? Megkelt a tésztánk. Na most ezt a kis gyönyörűséget, ezt belerakom. Nem tudom, meglisztezzem kicsit alját szerinted? Aha, ki hozod a lisztet? Ne, kopácsolját! Mi van? Megy. Mi? Ja! És a kapcsolatban. Van nekünk egy ilyen csodás szívecske alakú formánk, ugye ezt már láthatátok videóban. Meglisztezem azért a formát, kicsit így nagyjából, hogy azért, ha lehet, akkor annyira ne tapadjon le, és átaplikálom, oda nézzetek. Hallod, ez olyan habkönnyű, oda néz. De jó. Na, így, és eloszlatjuk, hogy fölvegye a... Fölvegye a szívecske alakot. Sőt, még igazából még lehet, hogy én még hagyom itt egy kicsit kelni, még. Szóval most ebbe a formába, ebbe még egy kicsit hagyom, hogy sütés közben is fog emelkedni. Szóval... De jól néz ki. Úgy néz ki, mint a pillecukor, hallod. Letúrva. Chili pelyheket. Ez ugye igazából csak dekoráció, ez nem fog úgy tényleg, ténylegesen nem fog csípni. Rózsaszírmokat, na. Szóval, igazából én ebben még hagyom egy picikét kelni. Kis tojással lekerem, ugye ne égjen meg. Hát majd mindjárt újra csilipelyhezem, mert ugye most ez itt lefogja a csilipelyheket kicsit. Hát látod, mindig van nem valami, baj, mindig. Meg rá fog égni. Így nem fog ráégni. De, hogyha a tetejére szórod, akkor el fog égni. Mondjuk az igaz, de lehet, hogy ez így jobb. Hát elméletileg ránézésre azt mondom, hogy illatra, állagra, kicsit mint a bort. A fény felé tartva, hát úgy néz ki, mintha megsült volna, de mindjárt megszakértjük. Szóval ez lenne a kész mű. Nagyon jó. Ezt is kihúzom alól. Rendes csinos, igaz? Hát az, hogy megsült-e rendesen, azt még egyelőre nem tudjuk. Ránézésre szerintem nem rossz. Azért megvan a szívalak, nem? Közel helyen. Hát itt... Jó, van jó, az nekünk szív. Határeset, de elfogadjuk szerintem, elfogadható. Na, milyen jó nagy. Szép. Hol vágjam meg, valahogy középen kéne. Valahogy úgy. Valahogy pont. Szokás. Itt mondjuk pont szépen végig repett, úgyhogy a repedés mentén szerintem. Na,
Várdi, szép. Hú, várjál. Mészáros. Na, nézzük! De jó néz ki, menj már. És nézve milyen jó puha! Aha. Megkóstolod? Ha a Spikey már támad, figyelj! Az infarktus szelet. Majdnem leszett a kezem. Na, ez még, ez a füstölt? Nem, ez már nyers, ugye? Vagy ez a füstölt? Tök mindegy. Igazából teljesen mindegy. Gyakorlatilag, hát ezzel mit kezdjünk hajni? Kisüssük belőle a zsírt. Ne! Megnézem, hogy meleg-e a sütő. Hát úgy tűnik, hogy igen. Ez meleg. Várj, kiszedem a húsit. Hú, Spikey! Nekem is, én együtt érzek veled, Spikey, teljes mértékben. Úristen, de jó. Oh, ez az a jó kis tiszta hús is. Oh, Jesus Christ. Kisből, tessék, Spikey, tessék, nyomjál. Úgyhogy már sok foga. Kézzel is szét lehet, így rostokra lehet szedni. Itt nagyjából, mert ami ezekkel még történni fog, ezekkel a húsikkal. Ezekhez a csülkökhöz, hez, jobbra vagy balra? A választás a tiétek. Nyomjatok rá, hogy jobb vagy bal. Jobb vagy bal. Bal vagy jobb. Ti se tudtok dönteni, ugye? Én se. Úgyhogy mind a kettő megy. Mind a kettő barbecue szósz, ugye a chiliadnak a kicsit ezzel. Ez kicsit ilyen savasabb. Ez a másik, ez pedig kicsit ilyen mélyebb ízvilága van. Nem nagyon csípős. Nem. Egyik se egy nagyon csípős szósz. Inkább csak ilyen pikáns lesz kicsit. Itt már fog készülni a sajti szósz. És a cheddar sajtot, ebbe belemegy a cheddar sajti, a sajti majti. Az a répa lenne, vagy nem tudom, nem? Igen. Ezt ugye tejjel vagy tejszínnel ezt addig lehet, amíg elérjük a kívánt állagot. Ez jó is egyébként, hogy nem lobog alatt a tűz vagy valami, mert ennek is szép lassan, ez így minél lassabb, annál jobban így össze. És látjátok, hogy azért ez így sűrűsödik, még mehet egy kicsit. Azért látjuk, hogy itt még kell neki a tejszín. Hát én főző tejszínt használok, de tényleg sima tejet is lehet akár. Megy rá, ugye az, amit a csülőkhöz is raktunk, ez a kis barbecue szósz. Hát ez nem tetszik. Ez nem tetszik. És mi ez egyáltalán? Hát ez... Most szedtem itt a szomszéd kertjébe. Ez kákics. Kákics. Hát ez valami levél, na, ne foglalj. Új, mi ez a szél? El fogja fújni a leveleim. Igen, jön a szél meg az eső. Ú, tényleg? Igen. Na, mehet rá a húsi. Jó sok. Így, ne sajnálj, ezt nem szabad sajnálni. Ebből megy a, izé, ugye? Ebből megy a többség. Ezt hogy fogjuk megint inni? Mi? Hogy fogjuk enni? Hát ezt megint úgy, hogy portedlivel nyaktól lefelé. Ez rohadt jó lett. Szerinted én még nem kóstoltam meg, amikor bementék ezek most. Már kóstoltad? Persze. Köszönjét vagy. Oda nézzetek. Wow.
Jézusom, hogy fogjuk ezt megenni. Ez rohadt jó! Tetszik. Tetszik. Befejezésnek még egy kis eszpresszót. Wow. Hoztam egy kis pirított hagymát. Hát ez nem én csináltam, ezt boltba vettem, de hát... Hogy meglegyen a roppanós elem. Oh, jeez. Jó, nem bírom abba hagyni mindig. Na még ez, na még ez, és nem. Akkor összejön egy ilyen torony. És a szerelmünk. Jó. Csodás. Wow. Mit csinálsz? Ez a sajtszósz, hallod? Ez csodálatos. Nem bírom egyszer. Ez nagyon, annyira finom. És én mikor el? Ez a sajtszósz, ez nagyon el lett találva, hajni. Fejezd már, bennék én is. Mi legyen ennek a neve, hajni szerelem? Torta? Burger? Milyen torta? Hát egy torta is lehet tőlem. Nem. Szerelem, burger. Odané. Na, muti. Hajni, most megosztom veled a szívem felét. Elfogadod? Igen. A szívem fele a tied! Kivel osszam még meg a szívem, gyerekek? Lehet jelentkezni e-mailbe. Jaj, jaj! Ha-ha. Ez gyönyörű. Ez nagyon jó lett. Nagyon szép ez a márványos, uh-huh. Ez a rózsaszín. Örülsz, hogy kaptál ilyen szép ajándékot? Igen. Szevasztok! Sziasztok! Hát, itt vagyunk Hajnival. Vagy Hajni van velem, vagy én Hajnival. Mindegy. Te eszel ebből? Szeretnék, igen. Ja? Megosztod velem te is a szíved felét? Igen. Tényleg. Igen. Hát ez nagyon kedves tőled. Szerintem akkor válassz, hát ér felett. Melyiket szeretnél? Jézusom, tök mindegy. Ugyanaz, szerintem nagyjából ér felénél vágtam el, úgyhogy... Úgysem eszem meg. Hát én sem fogom megenni most szerintem. És azt hogy fogjuk enni amúgy? Kézzel, lábbal? Nem, nekem kell egy villa. Hallod, én ebből szeleteket vágok. Uh-huh. Mint a tortából, tudom. Most én megkapom, vagy? Jó, én rakjam neked oda? No. Én nem vagyok úriember, bazony. Dehogy nem. Oh. Jó étvágyat nektek is, hogyha most tesztek. Au, au, au. Hm. Jézusom, de durva! Megpróbálok egy ízét harapni, egy ilyen. Én egy ketté szedtem, nézd. Igen, az sem butaság. Ez kézben nem lehet, azt felejtsétek el. A kézben nem lehet falatozni. Ez is a kedvencek között van nekem. Igen. Ez ott van, tényleg, bemaradóban. Megint el fogom zabálni belem. Na baj. Az az egyik cél, haj. Mennyi kalória lehet az? Az két napi. Gyere! Nagyon finom. Tényleg. Tényleg jó. Ez a cheddar sajtszósz, ezzel a csilis szószos csülökkel, főtt sült csülökkel, NB1-es kaja, tényleg amúgy. Azért ez nem kicsit királyházi buci, ugye? Vajon honnan van? Nem a izébe vettük, nem a sarki CBA-ból van. A Tesco-ból. Tibi, nem kóstolsz? Hallod? Ezt tényleg meg kéne kóstolni. Azért ez kalóriabomba, baszki. Főleg a csülök békönnel ráadásul. Egyben sütve a békön a csizével, egyben lett sütve a csülök, ugye roslapon a békönnel, azért ez... Hú! Ebben van anyag, tényleg. Nem, a húst azt megeszem legalább. Ha más nem a hús... Oh.
Kérhetek a gyomornyizét? Tessék, drágám, tessék, kicsi. Na jó, annyira ne jó. Drágám, szerelmem, egyetlen, egyetlen szívem csücske, egyetlen angyal gyémát bögyöröm. Szívem mazsolájának egyetlen szem uborkája. A szívem kuklófiának egyetlen szem mazsolája, te majd. Tök mindegy. Nálam most ez így az eddigi kaják közül előkelő helyen van. És tudom, hogy mindenre ezt mondjuk kb. Ugye mindig, hogy hú, ez most tényleg nagyon jó, de ez most, ez az a cheddar szósz, ez annyira jól sikerült. Hát nem csak az. Ez sikerült a legjobban ez a szósz most. Meg egyébként igen, hogy saját ugye a saját sütésű a buci. De tényleg nézzétek már meg ezt a kis majmot. Milyen? Hát ő saját maga készíti a bucit, tehát olyan aranyos. És színes. Itt az ujjban! Leírásban vannak az egyéb platformok, egyéb helyek, ahol tudtok még nézelődni. Ha mondjuk ezt a bucival, vagy nem tudom, nem is akartok ennyit szenvedni, mondjuk nem szenvedős, ez nagyon egyszerű kaja. De a csülköt próbáljátok ki így, akár simán egy kenyérre, szendvicsre, vagy csak így magába, hogy előfőzitek fűszeresen 3 óráig maximum, meg körülbelül annyit főtt, egy 3 órát, és akkor még, hát ha nincs roslap, akkor simán serpenyőbe, kis olajon, hát meg ezekkel a szószokkal azért az... Vagy... Jó, hát sima jó, hát ilyen szószotok nincs, akkor igen, sima barbecue, vagy nem is muszáj még szósz, de azért én ajánlom, hogy legyenek egy kicsit szaftosabb. Az kell, kell bele mindenki. Valamilyen szósz kell. Boldog Valentin napot! Öleljétek meg! Ne boldog Valentin napozzál! Miért? Csak a párok szoktak egymásnak. Csináljunk egy fotót. Milyen fotót? Ha már ki vagyok sminkelve. Valami Instára valamit. Én csicsori zsúny? Igen. Nem, egyeket állom. Nekem valahol kell a körbe, nem tudom itt. Ah, köszöntök, hogy itt voltatok! Szevasztok! Sziasztok! Mm.